Engem ugye legtöbben kutatónak ismernek, annak a munkásságomnak a terméke kevésbé olvasott, azok szakcikkekben vannak. Amit kevesebben tudnak, ha csak nem olvasok utána interjúkban, az az, hogy én mielőtt kutató lettem volna, mielőtt fizikusnak kezdtem volna tanulni, én itt Csíkszeredában szobrásznak készültem, a művészeti iskolában az esti órákra jártam be, a népművészeti iskolába jártam, és egy néhány úgy rajz, mint szobrászatanával, Ferenc Ernővel, Vincefi Sándorral dolgoztam együtt, akik talán az idősebbek emlékeznek rájuk. Szabó Béla volt a rajztanálom, és valahogy azt az álmom, hogy képzőművész leszek. De az akkori romániai közegben ez nem volt lehetőség, sokkal könnyebb volt atomfizikára bejutni, mint képzőművészet szakra, úgyhogy akkor így lett belőlem fizikus. De az érdeklődésem az megmaradt, és az egyik manifestáció ennek az érdeklődésnek az volt, hogy mikor a házatfelülettel kezdtem foglalkozni, akkor párhuzamosan kezdtem azt is ügyelni, hogy hogyan tudjuk reprezentálni őket. Rejtett kapcsolatok, láthatatlan összefüggések válnak láthatóvá. Komplex struktúrák, látványos műalkotások szemléltetik a hálózatokat és a hálózatkutatás eddigi eredményeit. A Barabási Albert László által vezetett bosztoni székhelyű Barabási Lab csíkszeredai kiállításán. A fizikus első hálózat ábrázolása 1995-ben készült, alig egy hónappal azután, hogy a hálózatokat kutatni kezdte. Egy olyan hálót ábrázoltam vele, akkor az IBM-nél dolgoztam New York-ba, amelyik leírja azt, hogy a folyadékok hogyan mennek például a földbe, egy porózus környezetben. És mondom, különösen érdekes az, hogy az első terméke számomra a házagondolkodásnak az nem a szakcikk volt, hanem a vizualizáció. Egyszer kellett, hogy lássam. A következő évtizedekben a hálózatok ábrázolásának eszköztára folyamatosan bővült. A csomópontok között megjelentek a görbített húzalok és a színek, majd 2018-ban az addig két dimenzióban ábrázolt hálózatok átléptek a háromdimenziós térbe, míg végül megszülettek az első adatszobrok is. Ez nekem hihetetlen öröm, hogy ebben a múzeumban jelenhetett meg a munkáink, ugyanis valamikor édesapám volt ennek a múzeumnak az igazgatója, nem csak igazgatóként volt jelen, hanem itt is lakott az életének egy időszakában, rengeteg időt ötöttem itt. Itt volt valamikor a dokumentációs könyvtár, gyerekként sokat jártam oda, ott voltak a tiltott dokumentumok, a tiltott könyvek, amiket el lehetett olvasni. Úgyhogy ez nekem egy otthon volt valamilyen szinten. Soha nem gondoltam volna akkor, hogy lesznek olyan munkák tőlem, amik valami ez a múzeumban helyet találhatnak, úgyhogy itten tényleg egy fantasztikus kör záródik be. Én tényleg úgy gondolom, hogy ezek a kutatásoknak van, igen, fontos szerepük van az életünkben, és a tudományos kommunikáció nem alkalmas arra, hogy ezt a tudást azna nyelven átadjuk nagyobb közönségnek. Tehát én mindig úgy gondolkoztam magamról, hogy én nem tudós vagyok, hanem intellektuel. És ebben itt az erdélyi intellektuellre gondolok, ahol az értelmiségének a szerepe az, hogy nem csak mérnök legyen, és nem csak tanár legyen, hanem igenis szerves része legyen ennek a kultúrának, amelyben ő létezik. És valahol ezen belül kerestem mindig a nyelvet. Én már diáként, egyetemistaként nagyon sokat dolgoztam a Héttel és a TET magazinokkal. Az Ágoston Hugo volt a szerkesztő, és jó néhány cikket írtam nekik. Már akkor ez az igény megjelent bennem, hogy kommunikáljam azt, amit tudok, és ez különösen megjelent, miután saját kutatási eredmények születtek meg, hogy lefordítsam ezt úgy, hogy ezt mások is megértsék, de nem másodlagos az, hogy én is jobban megértsem, hogy mit csinálunk és miért csináljuk. Tehát amelyik pillanatban én el kell érthetően magyarázzam a nagy tömegnek, hogy mivel foglalkozunk, abban a pillanatban én is egy teljesen más perspektívába látom a saját kutatásunkat.
Igen, jó barátságban vagyok Barabási Albert Lászlóval, aki 15 éve megkeresett egy hálózaton keresztül, egy írói hálózaton, nevezetesen Kányádi Sándoron illusztrátort keresett a könyvéhez. És akkor kérdezte Sándor bácsit, hogy kit ajánlaná Sándor bácsi, hogy ki. És mondja, hát figyelj, ott van egy fiú a városodból, miért nem keresed meg? És akkor így indult a mi kapcsolatunk. És akkor most előugrom körülbelül 10 évet, 2018-ra, amikor is megkeresett ugyancsak egy ilyen kérés, hogy nézd, Boti, összeállítottam az embereimmel egy 5-600 képből álló, vagy hálózati ilyen nyomtatás. Nagy valóban, amit itt látunk a múzeumban, és kezdjük kiválogatni, hogy mi állja meg a helyét, úgymond idézőjelesen képzőművészeti alkotásként is. Ugye azt hiszem, hogy ez köztudott, hogy Barabási Albert László szobrásznak indult pályája elején, és elég jó a viszonya, vagy a kapcsolata, meg a mindenféle a képzőművészekkel, és képzőművészettel is. Úgyhogy a mai napig nem hiszem, hogy van ember, akivel én többet jártam galériába, mint vele, mert mikor Amerikában vagyunk, vagy mikor Pesten, vagy néha Bukarestben, akkor mindig ez egy ilyen kitűzött cél, hogy minél több képzőművészt meglátogatni, vagy minél több képzőművészeti kiállítást. Ott ültünk Bostonban nála, és akkor átnéztük, még jött egy másik ismerősünk, és akkor vetődött fel ez a kérdés, hogy igen, ki kéne hozni ezt a nagy közönség elő, milyennek az útja, módja, melyik munkák állnak meg, mint képzőművészeti alkotások is, nem csak pusztán, mint tudományos ábra, hanem képzőművészeti alkotás is. Ugye itt amiben én nagyon tudtam neki segíteni, az az anyagismeret. Hogy mit, milyen anyagba és hogyan próbáljuk megmutatni a közönségnek. Nem hagyhatom szó nélkül Készman József kurátort, aki a Ludwig Múzeumban készített az első kiállítást. És pedig azért nem, mert neki volt az ötlete, hogy bizonyos munkákat, ott neki adva voltak óriási magas termek. És akkor a felskálázását a munkáknak ő készítette el elsőként. Mi ugyan átvettünk egy pár dolgot, de ragaszkodtunk, és a ZKM-től is, viszont azért ragaszkodtunk úgy koncepcionálisan, mint hogy legyenek újdonságok a kiállításban. És amit itt látunk a hátamnál, azok én grafikusi mi voltomból fakad, hogy bizonyos hálózatokat tegyünk ne plexire, hanem rézlemezre, és próbáljuk meg egyfajta grafikusi dolgot megmutatni. A csíkszeredai tárlat több újdonságot tartalmaz a budapesti kiállításhoz képest. Egyik különleges darabja egy kézzel készült varrottas, amelyen egy fél éven keresztül dolgozott Szász Zsófia budapesti textilművész. Ezt a munkát vészhelyzetnek nevezte Barabási, mivel hogy arra volt kíváncsi, hogy egy vészhelyzet esetén, egy katasztrófa, egy nagyobb mértékű esemény után milyen arányban és meddig tart az emberekben az empátia, a szolidaritás, a felelősségvállalás. Kikérték a telefontársaságoktól a beszélgetéseket, és megvizsgáltak egy esetet. Az eset, amit vizsgáltak, az a barcelonai reptéren 2009-ben volt egy terrortámadás, egy autót robbantottak fel. Természetesen sokan meghaltak, viszont voltak túlélők, akik elkezdenek telefonálni. És ezen a munkán azt látjuk, hogy piros négyzettel vannak jelölve azok a személyek, akik ott voltak, jelen voltak az eseménynél, és elkezdenek telefonálni, az elsődleges kontaktok ezek a ciklámenkörök. A ciklámenkörök
nek az elsődleges kontaktja már a világos lila. A világos lila hívja a sötét lilát, és ugye ennek a láncnak a végén van a kék, ő az utolsó, akihez az információ eljut. Amit kiderül, az az, hogy az elején nagyon-nagyon sokan beszélnek ugye az esetről, mindenki érdeklődik, és akkor eljön egy pillanat, amikor már beivódik ugye a köztudatba, itt már nem taglalják annyit az eseményt, nem beszélnek annyian, míg egy-két ember felhívja a túlélőt, megkérdi, hogy van. És persze van egy momentum, amikor újra fellendül, ami legnagyobb valószínűsége valami történik a médiában, valamivel kiegészítik ezt a hírt, akkor újra ugye terítékre kerül ez a történet, és akkor megint beszélnek róla. De aztán az egész lecseng, és itt már csak egy-egy ember az, aki érdeklődik a túlélő hogy léte felől. Ez az ábra, ami mondom 10 évvel ezelőtt egy tudományos környezetben született meg, teljesen átalakult azáltal, hogy felvállaltuk a húzalnak a húzalságát, és lényegében áttettük egy más kontextusba, és ez egy jó példa arra, hogy mi történik az elmúlt néhány évben a laborban, hogy próbáljuk keresni azokat az anyagokat és azokat a formákat, ahol az az adat természetesen létezik, és reflektálja őszintén azt az adatot. És néha mellé trafálunk, és akkor az nem működik, és azt nem állítjuk ki, de néha úgy érezzük, hogy nagyon eltaláljuk a formát, és ez az egyik munka, amelyikben úgy éreztem, hogy az anyag és a tartalom az nagyon szépen tudott találkozni. Valamilyen módon ezen szörnyű körülmények között minden egyes öltés az lényegében reprodukálta annak a bombának a robbanása körülött létrejövő információs hálót. A Barabási Lab már egy évtizeddel a koronavírus járvány előtt próbálta megérteni, hogyan terjednek a vírusok globálisan az országhatárokon át. A Csíkiszékely Múzeum kiállító terében látható alkotásokban is minduntalan szembesülünk a vírussal. Például ezen a lélegző tüdőhöz hasonlító New Yorkot bemutató videón, amely azt illusztrálja, hányan mozognak a városban a koronavírus előtti időszakban, majd hogyan változik meg a mozgásuk a Covid beköszönte után. Számomra ez a munka azért izgalmas, hogy mi történik utána. És ezért neveztem el igazából a híres magyar film után, hogy az én 21. századnak ezt a munkát, mert beáll egy új normális. Egy sokkal kisebb amplitudójú mozgás, de élni kell. Tehát ezért beállunk, megtaláljuk az új ritmusát az életünknek, és lényegében azt látjuk, hogy kialakult ez az új világ. És azért gondolom, ez az én 21. századom, és tényleg ez a pont, ez megfogja azt, hogy úgyhogy az első a múlt században nagyon, nagyon nehezen emlékezünk arra, hogy mi történt az első világháború előtt. Valahogy ez egy ilyen döntő pont volt. Én úgy érzem, hogy a 21. században a Covid az az a pont, amelyik meghatározza azt, hogy most már innen hogyan lesz tovább. És nem arról van szó, hogy a maga a vírus az velünk lesz, persze velünk lesz a következő években, de tudjuk kezelni, de ez több generációnak az életét és az életstílusát lényegében átalakította és meghatározza, hogy tényleg ilyen szempontból egy új életet kezdünk. Újra kell gondoljuk, hogy mik a prioritások és így tovább. A Barabási Lab és Harvardi munkatársai 2020 márciusától mesterséges intelligencián és hálózati orvosláson alapuló eszközöket fejlesztettek ki, hogy a 6000 lehetséges gyógyszer közül azonosítsák azokat, amelyek hatékonyak lehetnek a fertőzés ellen. Ezeket a gyógyszereket később a Bostoni Egyetem tudósai kísérletileg tesztelték. A csíkszeredai kiállításon egy sötét folyósó, valamint tetszetős üvegkockák jelenítik meg azokat a gyógyszereket, amelyek a vírus ellen hatásosnak bizonyultak. Egyúttal azt szemléltetik, hogy a hálózott tudomány miképpen segítheti az orvostudományt. Amit mi itt látunk, ez az a 10 vegyület, amelyik ma COVID gyógyszernek minősül, tehát COVID elleni gyógyszernek. Hát hosszas tanulmányozás után jutottak
el oda, hogy most már ezt a 10 vegyületet ténylegesen biztonságosan lehet adni COVID-betegeknek. És amit látunk ezekben a kockákban, azok tulajdonképpen fehérje hálók, amelyek akkor jönnek létre a szervezetben, amikor ezt a vegyületet adagolják a betegnek. És akkor a COVID által ugye birtokba vett fehérjék kapcsolatot teremtenek, azaz fordítva, ugye a gyógyszer által birtokba vett fehérje kapcsolatot teremt a COVID által birtokba vett fehérjével, és akkor megszületik egy párbeszéd, és ez a párbeszéd tulajdonképpen az a kapcsolat, ami létrejön, az a hálózat. Tehát ez volt a cél, hogy megtalálni azokat a vegyületeket, amelyek a hajlandóak ilyen szép fehérje hálókat létrehozni. Itt arra volt kíváncsi Barabási, hogy miért van az, hogy bizonyos alapélelmiszereket, nyersanyagokat szívesebben fogyasztunk együtt. Például az én példám az szokott lenni, hogy a borjú pörkölthöz minden bizonnyal, hogy a savanyú borkát fogok kérni, és nem ananász kompótot. Ez 10 zsigerből, de hogy miért van ez? És akkor megvizsgált több mint 265 ezer receptet szerte a világból, még segítségül hívja a biokémikus barátját, és minden egyes nyersanyagot lebontanak molekuláris szintre. És akkor ezt találják, és meg is van a válasz, hogy azokat a nyersanyagokat társítjuk és fogyasztjuk szívesebben együtt, amelyeknek közös ízmolekulájuk van. És akkor ugye hol van itt a hálózat? Hát kapcsolódnak egymáshoz ugye ezek a nyersanyagok, azt látjuk, hogy a világ legnépszerűbb nyersanyagai azok a hagyma és a fokhagyma. És a hagymának van közös ízmolekulája a borjúhússal, a marhahússal. Úgyhogy a hagymás rostéus minden bizonnyal ezért stimmel és azért annyira ízletes. Hát nagyon sok mindent fel lehet fedezni, itt például az, hogy a rizsek, azok a rizseknek senkivel nincsen közös ízmolekulájuk. Ezért ők akár ananász kompóttal is könnyedén fogyaszthatóak, úgyhogy elég sokat lehet itt böngészni. Számomra azért is izgalmas ez a munka, mert ez a kiinduló pontja annak a munkának, ami szerint számomra az egyik legizgalmasabb ebben a kiállításban az, hogy lépjünk ki a két dimenzióból, és menjünk át a három dimenzióba. Miért tennénk ezt? Részben azért is, mert amit említettem korábban, én szobrán szerettem volna lenni, és mindig frusztrált az, hogy minden vizualizációnk az két dimenzióban létezik, és nem tudunk a harmadik dimenzióba kilépni. Részben azért is, mert matematikailag látjuk azt, hogy itt a huzalok átmetszik egymást, három dimenzióban be lehet bizonyítani, hogy nem kell a huzaloknak átmetszeni egymást ahhoz, hogy a hálózat tudjon létezni. Úgyhogy ezt a hálózatból indultunk ki, amikor az első úgynevezett adatszobrot csináltuk. Itt látjuk az ízhálózatot adatszoborként kinyomtatva 3D-s nyomtatóval, külön klasztereket látunk. Gyógynövények klasztere, zöldségek klasztere, ha kicsit közelebb megyek, burgonya chips, 33 ízmolekulája van, és még nincs is ízesítve. Harcsa, 65 ízmolekula. Mungóbab, lime, 1106 receptben vizsgálta. Több adatot is bekérhetünk, és akkor a lime-ról ugye a Wikipédiából találunk adatokat, és azt is, hogy földrajzilag hol a leghasználatosabb. 5 teremben 13 témát ölel fel a Barabási Lab első romániai kiállítása. Több alkotás a Nature folyóirat megkeresésére született.
Az egyik különleges ábra a folyóirat 150 éves jubileumi számának Leporello borítóján szerepelt 2019-ben, és a lapban megjelent 88 ezer tanulmány kapcsolódásait mutatja meg. Ugyancsak a Nature folyóirat kérésére tervezte meg a Barabási Lab azt a 2021-es címlapot, amely az emberi genomot, egy sejt teljes genetikai információját 25 gyűrű segítségével jeleníti meg. Mindegyik látvány mögött adatok, algoritmusok tömkelege áll. Nagy kihívást jelentett a kutatók számára az úgynevezett sűrű fizikai hálózatok ábrázolása, például egy egéragy hálózati térképének 3D-s vizualizációja. Ezen a videón látható egy munka, ami szintén a Nature-ben jelent meg, hogy mi történik, hogyha egy háló kezd hízni, tehát a húzalok egyre fontosabbá válnak, és látható, hogy a húzalok vastagságának a növekedésével eltorzítja a hálót, és ennek a végtermék, ez úgy, amit úgy elneveztünk, gurkának neveztünk el, ez a forma, ami itt látható, pontosabban ez az ábra benne volt abban a Nature cikkünkben is, amelyikben a másik hálót publikáltuk le. De ez formailag annyira izgalmassá vált számunkra, hogy ezt fölvállaltuk egy ilyen reprezentatív munkaként, hogy hogyan reprezentálja azt, hogy mikor egy háló nagyon-nagyon sűrű, hogy az a nagy sűrűség hogyan torzítja el a hálót. Úgyhogy itt a folyamat, itt a végtermék a nagyon kövér háló esetén, de látszólag ez egy játék, de valójában, amit meg tudtuk matematikailag mutatni, hogy az agy az ilyen. Pontosabban annyira sűrűn vannak a neurok egymással, hogy egymást eltaszítják és kénytelnek elgörbülni ahhoz, hogy eljussanak a célpontjukhoz. Tehát nincsen számukra egyenes út, hanem lényegében ilyen görbe utakon keresztül mennek. Na most, amint mondtam, a másik teremben is az egyik nagy kihívás számunkra, hogy keressük az anyagot, ahol ezt lehet reprezentálni. Ezt Pécset csinálták meg kerámiába számunkra. Ez a munka viszont itt Csíkszeredába történt, és ez számomra érzelmileg az egyik legfontosabb munka ebben a kiállításban, ugyanis én az első szobrászható óráimat a Ferencernőtől és a Dócitól kaptam, és ezt a Dóci András és az ő veje faragták ki nekünk egy több hónapon keresztül, tehát önnyében reprodukálták most már márványban azt a munkát, és valahol ez az útvonal, hogy az algoritmusokból felfedezzük ezt a formát, ami megjelenik egy szakmai cikkben, abból lesz egy háromdimenziós nyomtatás, és végül megjelenik egy ilyen anyagban, mint a márvány, ez számomra lényegében ebben az egész utazásban a legizgalmasabb része. A tárlat utolsó termében a Barabási Lab tudósai a globális és lokális művészeti színtér térképét, a múzeumok, valamint a magyar képzőművészek hálózatát jelenítették meg. Itt arra volt kíváncsi Barabási, hogy miért van az, hogy megkérdőjelezhetetlenül tehetséges művészeknek sokszor esélyük sincs, hogy hát nem a New York-i Modern Művészetek Múzeumában kiállítani a munkáit, de valahol egy kicsit úgy közelebb, vagy egyáltalán felkerülni erre a térképre, erre a hálózati térképre. És aztán persze meg is találta a választ. És a válasz az, hogy nagyon sok múlik a kapcsolatokon, ugye, és nem mindegy, hogy indul el az illető. Ebből az derült ki, hogyha a művész azért hajlandó és képes ugye a saját marketingjére is, ebbe fektet energiát, időt és akár pénzt is, akkor van esélye, jó eséllyel indul, hogy egy kicsit közelebb kerüljön a nagyokhoz. Viszont, hogyha rossz irányba indul el, akkor akár zsákutcába is kerülhet könnyen.
nem feltétlenül arról van szó, hogy mindennek van rejtett házata, de ahol van, ott fontos. És hajlamosak vagyunk, hogy a csomópontokra koncentráljunk, és nem a kapcsolatokra. Tehát például a társadalomban az egyénekre koncentráltunk. De nincsen társadalom kapcsolatok nélkül. Ha az egyének csak egymástól függetlenül élnek, nincsenek egyáltalán baráti, szakmai, családi kapcsolatban, akkor nincs társadalom. De ezek a kapcsolatok, amelyek összetartják a társadalmat, ezek nem láthatók számunkra. És ugyanez van a sejten belül is. Látjuk a molekulákat, de nem látjuk a reakciókat, amikor éppen azok nagyon pillanat alatt történnek, és látszólag semmi se történt, de mégis átalakult egy molekula. Tehát ha azt látjuk, hogy a társadalomban, a biológiában, az agyon belül is, a lényeg nem a csomóponton az egyéneken van, hanem a kapcsolatokkal közöttük, amit általában láthatatlanok. És nem tudjuk ezeket a rendszereket megérteni annélkül, hogy valamilyen módon föl ne térképezzük ezeket a kapcsolatokat. Ez a házatudomány lényege. Hálózatokban mindig csomópontokat látunk először, de a lényeg a húzalapon van. Az elmúlt 25 évben én mindig is három pillér láttam. Az egyik a tudományos kommunikáció, ami szakcikkeken keresztül történt, és csak a szakma olvassa. A másik az ismeretterjesztés, de a kettő között ott volt mindig a vizualizálás, a művészet, csak hogy nem volt kontextus, akkor meg tudtuk ezeket mutatni. De én láttam mindazt, amiről írtam. Én mindig láttam mindazt, amit kutattam, és rengeteg energiát fektettem én is abban, meg a laboromban belül, hogy ezeket láthatóvá tegyük. Miért tettük át ezt? Mert a láthatóvá tevés az része a felfedezésnek, a kutatásnak, a megértésnek. Annyi volt az egész, hogy ezek nem épülhettek bele azokban a diskurzusokban, amikben részt vettünk. Nem lehetett ezeket megjelenteni cikkekben, nem lehetett betenni a könyvekben. Van egy ilyen törvény az ismeretterjesztésben, hogy minden egyes ábra felére csökkenti az olvasóknak a számát. Úgyhogy az elmúlt három évig nem volt lehetőség, hogy ezt a 20-25 éves anyagot bármilyen kontextusban megmutassuk. 10 évvel ezelőtt kezdték ezeket a munkákat kérni galériák és múzeumok, 3 évvel ezelőtt adott meg a lehetősége, hogy egy ilyen retrospektívát a Ludwigban, majd Németországban megmutassuk, és végre visszaérkezett Erdélybe. A szervezők és az alkotók szerint a rejtett mintázatok tárlat mindenki számára érdekes lehet. Az esztétikai élményre vágyók rácsodálkozhatnak a látványra, a tudományok iránt érdeklődők elmerülhetnek a mögöttes tartalmakban, az első tudományt és művészetet egyesítő kortárs képzőművészeti kiállításon, amely minden bizonnyal nem az utolsó.